Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok, főbb témáink néhány mondatban. 1,1 milliárd forintos fejlesztés Bonyhádon, 90%-os készültségnél tart a sporttelep felújítása. Bevonják a szakképzésbe a vállalkozásokat, a cél a hatékony oktatás. A gyermekvállalás népszerűsítik, babazászló került a szekszárdi polgármesteri hivatalra. 50 házba tört be a 7-tagú bűnbanda, az éjszakára nyitva hagyott ablakokat használták ki. Több mint 1,1 milliárd forintból újul meg a bonyhádi sporttelep. A munkálatok 90%-ával már végeztek a szakemberek. A sporttelep nem csak a verseny, hanem a tömegsportolókat is szolgálja majd a völgységi városban. Más érzés lesz ide bejönni, mint korábban. Ez egy 60 éves épület volt, nem volt soha felújítva. Külő Roland, a Bonyhádi Sportcentrum igazgatója gyerekként ebben a helységben találkozott először a labdarúgó öltözők egyedi világával. A sportpálya teljes rekonstrukciója több mint 1,1 milliárd forintos állami támogatásból valósul meg, melynek során a kiszolgáló épületek korszerűsödnek, új füvesítésen esik át a labdarúgópálya, valamint megépül egy műfüves sportpálya is, de emellett rekordtámborítást kap az atlétikai versenyek rendezésére alkalmas futókör és az ugrószámok helyszíne is. A kivitelező 90%-os készültséget fog jelenteni a jövő héten. Ha körbenézünk, akkor látjuk, hogy a rekordtán futópálya az teljesen kész van, apróbb simítások vannak még a sporttechnológia részében, de nagyjából készre jelentette az alvállalkozó. Külő Roland azt mondja, nem csak a verseny, de a városi tömegsport számára is elérhető lesz a megújult sportpálya. De a versenyekre látogatók is magasabb komfortfokozatú kiszolgáló egységekkel és lelátókkal találkozhatnak. Bár a technológia miatt leghamarabb jövő májusban léphetnek a focisták az új füves pályára, a komplexum többi részét heteken belül belakhatják a sportolni vágyók és a versenyzők. Leszállítják a maszk nélkül utazókat szeptember 15-től a buszokról és a vonatokról. A vonatokon a kalauzok leszállíthatják a maszk nélkül utazókat, az autóbuszokra a sofőrök pedig fel sem engedik azokat az utasokat, akik nem takarják el az arcukat. Az ellenőrök és a sofőrök rendőri intézkedést kérhetnek, ha az utas megtagadja szája és orra eltakarását, nem veszi tudomásul a felszállás tiltását vagy az utazásból való kizárást. A hatóság ilyen esetben szabálysértési eljárást kezdeményezhet, és 10 000-től 50 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki. A rendőrség emellett az autóbuszállomásokon és az autóbuszokon szúrópróbaszerűen ellenőrzi a maszkviselési kötelezettség betartását, szabályszegés esetén bírságot ró ki. A koronavírus járvány miatt május 4-e óta a közösségi közlekedési eszközökön mindenkinek kötelező az arc eltakarása maszkkal, sállal vagy kendővel. A szakképzés és a finanszírozás új rendszere megfelelő eszköz lehet a cégek számára a szellemi tőke fejlesztéséhez, a megfelelő utánpótlás biztosításához. Ezt Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja mondta egy Dombóváron tartott vállalkozói fórumon szerdán délután. A rendezvényen a helyi és környékbeli cégek, intézmények vezetői az újonnan életbe lépett jogszabályokról, a finanszírozás pontos adatairól kaptak tájékoztatást. A szakképzés átalakításában nagyon fontos szerepe van a helyi vállalkozásoknak, a szakképzőiskoláknak és az ezeket tömörítő szakképzési centrumoknak is. Ezért tartott vállalkozói fórumot Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja Dombóváron, ahol a szereplők találkozhattak egymással. A vállalkozók megtudhatták, milyen módon tudják érvényesíteni a január 1-től életbe lépett jogszabályokat, melyek a duális képzést szabályozzák finanszírozási és oktatásszervezési oldalról egyaránt. Tanulószerződés helyett ugyanis innentől szakképzési munkaszerződés köthető az új diákokkal, így egészen más alapokra helyeződik a vállalati szerepvállalás a duális képzésben. Én úgy érzékelem, hogy itt nagyon erős vállalkozói csapat működik. Nagyon jó iskoláink vannak a térségben. Az önkormányzat szintén támogatja az ilyen jellegű együttműködéseket, akkor ez elsődlegesen térségfejlesztés hatással is fog bírni. A mai napot is már úgy tervezték a kollégáim, hogy ne csak és kizárólag dombovári, hanem a kistérségi vállalkozók is itt jelen legyenek.
A térségi összefogás ugyanis elengedhetetlen a sikerhez, Dömötör Csaba szerint. Egyes kis- és középvállalkozások például közösen tudnak a leggazdaságosabban bekapcsolódni az új rendszerbe. A szakképzési centrum kancellárja ettől azt várja, tovább növekedik majd a duális képzésben résztvevő, gyakorlati oktatást nyújtó cégek száma. A közös gondolkodás szükséges, hiszen egészen más alapokra helyeződik a képzés, egészen más a vállalati szerepvállalás a duális képzésben, helyi igényeket kell a helyi iskoláknak kielégíteni. Dombóváron leginkább a fémipari szakmákban dolgozó vállalkozások az elterjedtek, de erősíteni kívánják a képzést az újonnan épülő sportkomplexum kapcsán, a sportterületen is, illetve helyzetbe szeretnék hozni a szolgáltatási szektort, valamint fontos területnek tartják a szinte egyedülálló vasúti technikus képzést, mondta el a kancellár. Tilos szakmai rendezvényeket tartani az iskolákban, a kórházakban és a szociális otthonokban csütörtöktől egy miniszteri utasítás szerint. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, a koronavírus járvány további terjedésének megakadályozása érdekében döntött az intézkedésről. A szakmai tanácskozások a közfeladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó rendezvényeken kívül kizárólag online módon tarthatóak meg. A közfeladat ellátásához szükséges konferenciákat előre be kell jelenteni a megrendezés helye szerint illetékes népegészségügyi hatóságnak, amely a helyszín és a körülmények ismeretében meghatározza a rendezvényen egy időben jelenlévők maximális létszámát. A hatóságok a rendezvények helyszínein szúrópróbaszerű ellenőrzést végeznek. Babazászló került a szekszárdi polgármesteri hivatal falára. A babazászló kitűzését az ország településein a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom tagjai kezdeményezték, hogy így népszerűsítsék a gyermekvállalást. Ács Rezső szekszárd polgármestere a zászló kitűzésekor arról beszélt, hogy az előző városvezetés több kifejezetten a családot alapító párokat segítő programot indított. A babazászló a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom segítségével jutott el Szekszárdra. A kezdeményezés lényege, hogy a programhoz csatlakozó önkormányzatok és közintézmények épületeire, valamint magánházakra zászlót tűznek ki, ha újszülött érkezik hozzájuk, ezzel is népszerűsítve a gyermekvállalást. A zászlónak a logikája nagyon egyszerű, ugye, hogyha végleg valaki eltávozik közülünk, akkor azt egy fekete zászlóval jelezzük, viszont az, hogyha a családba baba születik, azt eddig így semmilyen formába nem jeleztük. Nyilván ez mindenkinek a saját személyes ügye, hogy privát szférája, hogy akarja ezt jelezni, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép szimbóluma annak, hogy gyermekáldás érkezett. Szekszárddal együtt az országban már 42 önkormányzat épületére került ki a babazászló. Ács Rezső, a város polgármestere azt mondja, a Tolnai megyeszékhelyen átlagosan évente 20-szal nő a megszületett gyerekek száma. Az előző közgyűlés pedig több kifejezetten a gyermekeket vállaló párokat segítő programot is indított. Az ultrahangos vizsgálatnak a költségét mindenki számára finanszírozunk. Tehát az az elvem nekem és a többségnek volt az előző ciklusban, hogy nem lehet anyagi kérdés az, hogy a saját gyerekének az egészségi állapota felől minden szülő nyugodt lehessen. Ez azt jelenti konkrétan, hogy 5000 forintot fizettünk minden vizsgálatra. Emellett 2019-ben az előző városvezetés azt is bevezette, hogy a gyermeket vállaló párok 10.000 forintos vásárlási utalványt kapjanak az önkormányzattól. Ezzel évente nagyjából 2 millió forinttal segíti a város a gyermeket vállaló párokat. A tanévkezdés komoly anyagi megterhelést jelent a családoknak, éppen ezért több önkormányzat is pénzbeli támogatást nyújt azoknak a háztartásoknak, ahol óvodás vagy iskolás gyerek van. Bátaszéken például 10.000 forinttal segítik az érintett családokat, Kétjen pedig idén emelte meg a képviselőtestület az iskolakezdési támogatás összegét. 5 éve vezették be Bátaszéken, hogy az önkormányzat iskolakezdési támogatást nyújt azoknak a családoknak, ahol van olyan gyerek, aki a helyi második Géza gimnáziumba jár. Ehhez csak egy iskolalátogatási igazolást kell a szülőknek felmutatniuk. A támogatás évente egyszer vehető igénybe, az összege pedig 10.000 forint. Emellett Bátaszéken azokat a gyerekeket is támogatja a város, akik a helyi zeneiskolában tanulnak. Ennek is megvan a módja, a rendeletben szabályozottan, itt is csak egy igazolásra van szükség annak érdekében, hogy a szülők zeneiskolához kapcsolódó költségeik tekintetében támogatást kaphassanak az önkormányzattól. Jelen pillanatban a költségvetésünk ezeknek a támogatásoknak a biztosítására ad lehetőséget. Kétjen szintén segíti a gyermekes családokat az önkormányzat. A szülők személyesen a polgármesteri hivatalban kérhetik a támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványt, vagy letölthetik azt a falu honlapjáról is. Itt a korábbi években 3000 forintos egyszeri támogatást kaphattak, idén viszont a képviselőtestület ezt megemelte 5000 forintra.
szerettük volna többre, mert most igazából a családok azok, akik a legjobban rászorulnak az önkormányzat vagy bármilyen segítségre, de az előzetes számítások és még az évben várható esetleg feladatok, szociális feladatok megoldásához egy nagyon kis pénzt kellett még tartalékolnunk a szociális alapból, vagy az alapban, és ezért most csak 2000 forintot tettünk rá, amit szeretnénk a következő években is megtartani. Az iskola kezdés átlagosan több 10 000 forintba kerül egy családnak. A legtöbbet azok a szülők fizetik, akiknek a gyermeke az első vagy az ötödik osztályt kezdi meg. Nekik nagyjából 50 000 forint extra kiadással kell számolniuk a tanévkezdéskor. A gyógyszerfelírás továbbra is elintézhető lesz telefonon. A járványügyi veszélyhelyzet elmúltával az egészségügyi kormányzat tervei szerint ez a rendkívüli intézkedés megszűnt volna szeptembertől. A koronavírus járvány azonban felülírta az előzetes számításokat, így egyelőre marad az ideiglenesen bevezetett rendszer. Betörő bandát fogtak el a szekszádi rendőrök. A portyázók az ország és Tolna megye több pontján is betörtek családi házakba. A bűnözők általában az éjszakára nyitva hagyott ablakokon keresztül jutottak be az ingatlanokba. Összesen mintegy 10 millió forint értékben loptak el pénzt, aranyékszereket. A rendőrök 50 rendbeli lopás, 11 rendbeli bűnpártolás miatt 7 embert hallgattak ki gyanúsítottként. A szekszádi kapitányság befejezte a nyomozást, az ügyet átadták az ügyészségnek. Szekszárdon és Tolna megye számos településén is betört családi házakba egy 7-tagú bűnbanda. A bűnözők általában az éjszakára nyitva hagyott ablakokon keresztül jutottak be az ingatlanokba. A szekszárdi rendőrök göngyölítették fel a betörés sorozatot. Tolna megye több településén törtek be lakásokba úgy, hogy az éjszakára szellőztetésre nyitva hagyott spájzott fürdőszoba ablaknak a szúnyoghálóját letépték vagy leégették. Ezt követően az egyik elkövető bemászott az ablakon, a belső bejárati ajtót kinyitotta és azon engedte be az elkövető társait. Ezt követően a házakba kutatást végeztek, és alapvetően készpénzt, valamint aranyékszereket loptak el. A rendőrök az egyik szekszárdi betöréskor rajtaütöttek a társaságon, és 4 szemét fogtak el. Közülük 3-at letartóztattak. Kiderült, hogy az egész országban hasonló módon törtek be házakba. Az eljárás során kiderült, hogy a betörő banda nem csak Tolna megyében, hanem az ország számos pontján, Bács megyében, Baranya megyében, Zala megyében, Veszprém megyében is elkövetett hasonló bűncselekményeket. Eddig összesen 50 rendbeli lakásbetörést sikerült rájuk bizonyítani. Az elkövetőket az ellopott ékszerek értékesítésében családtagjaik is segítették. A nyomozók az értékek egy részét visszaszerezték. A házkutatásokon egy engedély nélkül tartott lőfegyvert is találtak. A rendőrök 50 rendbeli lopás, 11 rendbeli bűnpártolás miatt 7 embert hallgattak ki gyanúsítottként. A szekszárdi kapitányság befejezte a nyomozást, az ügy iratait megküldték a szekszárdi járási ügyészségre. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Utolsó közgyűlés az időközi választás előtt, fontos kérdések a Mohácsi testületén. Csökkent a munkanélküliség Somogyban, szakmai fórumon számoltak be a megyei helyzetről. Őrzik a hagyományokat, 200-an ropták Kaposváron. Utolsó ülését tartotta a Mohácsi közgyűlés. Bár a képviselők többsége már augusztus 5-én kezdeményezte a testület összehívását, Csorbai Ferenc Mohács még hivatalban lévő szocialista polgármestere ezt nem tette meg a törvényes határidőig, ezért a kormányhivatal közbelépésére volt szükség. Ezt követően szerdán délután megtartották az időközi választás előtti utolsó testületi ülést a Dunaparti városban. Szeptember 27-én tartják az önkormányzati választást Mohácson. Ülésezett a Mohácsi képviselőtestület szerda délután. A fideszes többségben lévő testület kifogásolta, hogy nem hagyja végre a döntéseiket a polgármester. Hiába akartak egy ügyvédi irodával szerződést hosszabbítani, a városvezető szerint erre nincs szükség. Én azt gondolom, hogy egy élő szerződése van a városnak ügyvédi irodával, teljesen szükségtelennek tartom azt, hogy még egy ügyvédi irodával ilyen szinten, városügyi szinten szerződést kössünk. A polgármester szerint elég az a szerződés, amelyet az illegális hulladéklerakási ügyek megszüntetésére kötött egy ügyvéddel a város. Az elutasított iroda 300 perben képviselte a várost, mégsem akarta ezt a megbízást meghosszabbítani a városvezető, a képviselők döntése ellenére sem. Többször kaptam olyan impulzust, hogy amennyiben ezek a határozatok nincsenek végrehajtva, akkor akár
eljárást is lehet indítani a polgármester úr ellen, de ezt nem gondolnám, a testület az van annyira bölcs, hogy nem a polgármester úrnak a személyét szeretné ilyen tekintetben támadni, hanem csak az őtőle elvárható gondossággal járjon el a testület határozatainak a végrehajtása érdekében. Egy másik kifogásolható eset a többség szerint, hogy túl sokat, 40 millió forintot költött Mohács a Covid-járvány első hullámában. A fideszes képviselő Komlót hozta fel példának. Komló 12,5 milliót költött és másfélszer ekkora város. Akkor nálunk a vírus az veszélyesebb volt, vagy mire történtek ezek a kifizetések. Erről kérném szépen tételesen. Arról sincs információ, hogy a különböző dezinfekciós beavatkozások milyen ajánlások alapján mentek, milyen szakmai és egyéb mederben folytak, és ezek mennyibe kerültek, kik végezték. Tehát azért én úgy gondolom, hogy ennyi pénz elköltését követően megérdemelni más lakosság, hogy tételesen be legyen ezekről számolva. Csorbai Ferenc elárulta, hogy a városi köztereken a fertőtlenítések ingyen voltak, de kellett vennie eszközöket az önkormányzatnak, erre ment el a pénz. Ezeknek egy nagy része raktárban van még, és azt várja, hogyha ne agyisten fel kell használni még egyszer, akkor ne kelljen megint ilyen kanszajárást csinálni, hogy honnan szedünk maszkot, honnan szedünk tárcát, ételdobozt, honnan szedünk fertőtlenítőszereket, úgyhogy ezeknek komplet listája található, ezt a városi alkalmazottak, városházi alkalmazottak kiválóan végezték ennek a munkának a kiadását, megvoltak a felelősei, csak kik adhatnak ki, kik vételezhetnek be, úgyhogy ezek gyakorlatilag megvannak. Bár már augusztus 5-én kezdeményezték a képviselők, de a jelenlegi polgármester nem hívta össze a közgyűlést. Erre végül a kormányhivatal kötelezte, értesüléseink szerint. Azonban most utoljára kellett válaszolnia a kisebbségben irányító Csorbai Ferencnek a képviselők kérdéseire ebben az összeállításban. Szeptember 27-én időközi választást tartanak a Dunaparti városban, ahol a jelenlegi városvezetővel szemben a Fidesz a jelenlegi alpolgármestert, Pávkovics Gábort indítja. Közel 5000-re nőtt az álláskeresők száma Somogyban a koronavírus járvány idején tavasszal. A nyári időszakban azonban már csökkent ez a szám, köszönhetően a kormány gazdaságvédelmi akciótervének. Hangzott el a Somogy megyei kormányhivatal foglalkoztatási, munkaügyi és munkavédelmi főosztálya által szervezett szakmai konferencián. Somogyban a korábbi 12 000-es álláskeresési létszám 17 000 fölé emelkedett a koronavírus járvány következtében tavasszal, mondta dr. Neszményi Zsolt. A megyei kormány megbízott kiemelte, főként a kaposvári, a siófoki és a fonyódi járásban volt nagyobb visszaesés a foglalkoztatás tekintetében. A kormány érzékelve a problémát, több lehetőséget is kínált a munkáltatóknak. Ezek eredményeként már csökkent az álláskeresők száma. Az elmúlt egy hónapban 3%-kal csökkent a számuk a megyében, folytatta dr. Neszményi Zsolt. Megyei szinten arról tudok beszámolni, hogy 4230 fő került támogatásra a csökkentett foglalkoztatási támogatás körében, körülbelül 680 millió forint támogatási összeget tudtunk számukra biztosítani. A kutatási és innovációs fejlesztési programban pedig 177 foglalkoztató részesült, 118 millió forintban tette hozzá a kormány megbízott. A gazdaságvédelmi akcióterv keretében segítve a foglalkoztatókat indult a munkahelyvédelmi bértámogatás, a kutatásfejlesztési program és a munkahelyteremtő bértámogatás. Ezt már dr. Horváth Tamás munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár mondta a Somogy megyei kormányhivatal foglalkoztatási, munkaügyi és munkavédelmi főosztálya által szervezett szakmai konferencián. Ez a munkahelyvédelmi bértámogatási program 17 000 vállalkozásnak segített. Országosan 205 000 munkavállalónak nyújtott támogatást. Itt ugye az igénybe vehető maximális összeg a 112 000 forint volt. Ennek a programnak az volt a lényege, hogy annak érdekében, hogy ne szüntessék meg a vállalkozások a munkahelyeket. Ha vállalták, hogy csökkentett munkaidőben foglalkoztatták a munkavállalójukat, akkor a kiesett munkaidőre az állam bértámogatást nyújtott annak érdekében, hogy ezek a munkahelyek ne szűnjenek meg. Ez egy 3 hónapos támogatási időszakkal rendelkező támogatás volt. A kutatási és innovációs fejlesztési támogatás országosan 1250 vállalkozást segített 17 milliárd forint értékben. A munkahelyteremtő bértámogatás
támogatási program keretében országosan 35 ezer vállalkozásnak tudtak segíteni, és 48 ezer regisztrált álláskeresőt tudtak elhelyezni ennek segítségével. A kormány erre a programra 55 milliárd forintot költött, emelte ki dr. Horváth Tamás. A gazdaságvédelmi akcióterv három említett programja hazánkban több mint 270 ezer munkahely megőrzéséhez tudott hozzájárulni, hangzott el a kaposvári szakmai konferencián. Közel 200 táncos ropta a Kaposvári Együtt Árpád Kulturális Központban rendezett 12. Somogyi Hagyományőrző Tánctalálkozón, amelyre a megye több pontjáról érkeztek felnőtt és gyermekcsoportok. Az intézmény aulájában pedig első alkalommal szervezték meg a kultpiacot, ahol helyi kézművesek és őstermelők kínálták portékáikat. Rába közi táncokkal készült a találkozóra az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola Csalafinta csoportja, amelyben a gyerekek már több éve tanulják a koreográfiákat. Nálunk igazából az egész család néptáncol, és így jött. Először csak előképzőbe, utána meg már a csoportokba is. Táncoltam. Az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola több csoporttal képviseltette magát a hagyományőrző találkozón. Az egyik csoport az felső tagozatosokból, inkább azt mondom, hogy hatodik osztályos korú gyerekekből áll, és a nagy csoportunk pedig már középiskolás korú táncosokkal. A Balaton-Szentgyörgyi Kis Balaton táncegyüttes tyukodi táncokkal lépett színpadra. Az együttes tagjai jelenleg több koreográfiát is tanulnak, hogy bővítsék repertoárjukat. Ez egy életforma számomra, és egy nagyon jó közösség tagja is vagyok, és nagyon jó az, hogy a hagyományokat felgyűjtjük, megtanuljuk, formába öntve pedig a színpadra helyezzük, és ezáltal hatalmas élményt is tudunk nyújtani a nézőknek, és az is egy jó érzés egy táncosnak szerintem. A hagyományőrző találkozót immár 12. alkalommal szervezte meg a Somogy megyei Néptánc Szövetség. Az eseményre a megyéből felnőtt és gyermekcsoportok egyaránt érkeztek. Próbáltunk úgy összehozni ezt a programot, hogy ne csak egy általános koreográfia legyen, azért is hagyományőrző találkozó, mindegyiknek legyen valami mondani valója mindegyikbe, jelenjen meg valami hagyomány. A néptánc találkozón közel 200 táncos ropta a Kaposvári Együd Árpád Kulturális Központban. Az intézmény aulájában pedig első alkalommal szervezték meg a kultpiacot, ahol helyi kézművesek és őstermelők kínálták portékáikat. Híradónk végén fontosabb témáink még egyszer röviden. 1,1 milliárd forintos fejlesztés Bonyhádon, 90%-os készültségnél tart a sporttelep felújítása. Bevonják a szakképzésbe a vállalkozásokat, a cél a hatékony oktatás. A gyermekvállalás népszerűsítik, babazászló került a szekszárdi polgármesteri hivatalra. 50 házba tört be a 7-tagú bűnbanda, az éjszakára nyitva hagyott ablakokat használták ki. Pénteken is folytatódik a nyárias napos időjárás, fátyolfelhőzet szűri kissé a napsütést. A szél gyenge lesz és többnyire keleties irányú, csapadék nem várható. Éjszaka is eseménytelen időre van kilátás. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!